Demecser Roberto, 18 hektár, november vége, és egy tesztpeca, egy őrült teszthorgászat lesz itt az elkövetkezendő 4 napban. Közel 100 órán át 4 horgász fogja megvallatni a tónak az új halálományát. Hát volt már erre példa, hogy Szilágyi Tomi, a Total Bates alapítója, és szerintem név kitalálója is teszthorgászaton vett részt. Kitaláltuk azt, hogy a Roberton, Demecserbe ismét lesz egy teszthorgászat. Tomi, mesélj egy kicsit arról, hogy látod majd a 4 napnak a előkészületeiből, mit is kell csinálnatok. Az az elsődleges cél, hogy ugye feltérképezzük a tónak a halálományát, illetve itt extrém hűvös időszakban vagyunk már most, 7-8 fokos a vízhőmérséklet. Ez mindenféleképpen a pontyhorgászok számára kihívás, mert ilyenkor már legtöbben a számítógép előtt ülnek. Mi horgászunk, meg szeretnénk mérettetni magunkat, meg szeretnénk nézni, hogy milyen halálomány van a tóban. Ugye itt jövőre több verseny lesz. A tó nagyon-nagyon szépen alakul, nagyon szép a környezet, nagyon tetszik az elrendezése a tónak, nagyon-nagyon sok nagy hal került a tóba, szeretnénk belőlük jó párat megfogni. 3 barátommal 4-en érkeztünk, szeretnénk a következő napokban minél több nagy testű halat megfogni. Hogyan készültök erre? Hogy lehet felkészülni egy ilyenre? Mi hoztunk etetőanyagot, tisztességes mennyiséget, tehát én nem gondolom azt, hogy itt 1-2 kiló etetőanyaggal csodát lehet csinálni. Azért 18 hektáros vizen 4-en fogunk horgászni most a napokban. Metódmixes technológiával, ami a Robin Spice Boilingnak a metódmixe, illetve pici tigrismogyoró, csemege kukorica, illetve oldódó és főzött boily lesz az etetőanyagunk. A mai naptól nem várok túl sokat, inkább a holnap utántól várom a nagy halaknak a megjelenését, de biztos vagyok benne, mert láttuk most is, figyelem a vizet, láttuk a nagy halakat mozogni. Már víz az oldódóhoz, hát most nem kell óránként csak. Jó, ez tegnap előtt volt, vagy 3 napja voltunk itt Tokajba, működött, tehát miért is. Igen, ez a vízhőfok. Én azt tudom csinálni, hogy ezt most így el van készítve, föl generálozom, fölmájazom, és akkor innentől fogva bemegyünk etetni, meg megcsináljuk a helyeket. Tessék! Én nem kisforgatok. Van egy 6-osztó kisebb forgat, ne tegyek már fővel. Egyenek. A meg jó fegyével. Életbe akkor. Az ott van? Hát akkor nem fúrunk. Pedig ez volt a legjobb fúró, ezzel 4 millió bolyt fúrunk. Hát akkor meg kell keresni. Itt álltál ebben a helyszínen. Itt most, hogy elővettem, tudom, még benne volt, és hogy kilazítottam. Nem most rá volt húzva egy adapterre, vagy hogy? Ez egy olyan fúró volt, tudod? Egy ja, hogy abban volt, ja, aha, így van benne, tehát a HSS 1.5-ös. Valami lehet, hogy valaki különben az nem. Hát ezt nem találjuk most szerintem. Akkor nem. Taktika? Taktika az lesz, hogy éjszakára fogunk központosítani, tehát nappal megpróbálunk pihenni.
hogy ebbe az őszi, késő őszi időszakban azért vált a hal. Tehát láttam azért meg a veled való kapcsolat alapján is láttam, meg az internet alapján is láttam, hogy fogtak nagy testű halakat, de nem ez a fő cél, hanem az éjszakákat próbáljuk megerősíteni. 14 bottal fogunk horgászni, úgy gondolom a tónak azt a haljárását, ahol vonul a hal, meg tudjuk állítani, meg tudjuk szondázni, várjuk a nagy halakat. Tűnt én akkor letetek, mikor viszem rá, hát a közöset megpotkoljuk. Így van. De attól a másik kettő, másikat lerakható. Igen, a helyet megkeresünk neki, így van. És akkor utána meg ő neki azt a pályát, hogy megint külön megkeresünk. Mi, papa? Egy kis egységcsomag? Mi? Kimaradta? Hát akkor pakoljunk már be, azt majd utána. Jó. Bolyázás, bolya, tövére, mellé, etetés mellé, hogy... Úgy fogunk horgászni, hogy fogunk a közvetlen az etetésbe betenni, most mindjárt az elején, de a szélső botokon várjuk hamarabb a kapásokat. Kíváncsi vagyunk arra, hogy az új halak hogy viselkednek. Voltunk itt tavasszal a versenyen, ami számunkra jó sikerült, maga a rendezés, a verseny is jó sikerült, de az út sokszor rosa került bele a nagy halállománynak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a halakra.